Alkotmánybíróság megszavazta a képviselőház Varga Attila alkotmánybírói kinevezését. Független pártelnök, a fedhetetlenségi ügynökség vizsgálja Dorin Flóriát, elvehetik a mandátumát. Gyógyszerhiány, csak a halaszthatatlan műtéteket végzik el a Maros megyei sürgősségi kórházban. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Varga Attila alkotmányjogászt választotta alkotmánybíróvá a képviselőház Puskás Bálint helyére. Az alaptörvény értelmében a 9 tagú alkotmánybíróság 3 évente újul meg, egyszerre 3 új tagot neveznek ki. Puskás Bálint mandátuma idén júliusban jár le. A politikai kiegyensúlyozottság biztosításának érdekében az RMDSZ Varga Attilát javasolta helyére a taláros testületbe. A volt RMDSZ-es parlamenti képviselőt az alsóház 254 igen és mindössze 3 ellenszavazattal választotta az alkotmánybíróság új tagjává. Ami hangsúlyosan a napjainkban nagyon fontos itt és most Romániában, az alapvető emberi jogok és állampolgári jogoknak a tiszteletben tartása, illetve érvényesítése. Tehát munka van bőven, ez egy folyamatos tevékenység, és ezt a munkát szeretném legjobb tudásom szerint végezni. Puskás Bálinton kívül idén még 2 alkotmánybírónak távoznia kell a testületből, így Agustin Zegrián elnöknek és Tudor Ildo Adernek is. Előbbit az államfő, utóbbit a képviselőház delegálta a testületbe. A 9 tagú alkotmánybíróság tagjait az államfő, a szenátus és a képviselőház nevezi ki 9 évre, mindegyikük 3-3 bíróról dönthet. Elfogadták a Csolos kabinet mai ülésén a bérkorrekciót előíró kormányrendelet tervezetét. Augusztustól így mintegy 650 ezer közszférában dolgozó alkalmazott kap nagyobb fizetést. Rágospusz Láró munkaügyi miniszter kijelentette, a most elfogadott kormányrendelet célja, hogy felszámolja a közalkalmazottak közötti bérszakadékot. Egy kezdő tanár fizetése 1495 lej lesz, de a véglegesítő vizsgával rendelkező pedagógusok már 1896 lejjel számolhatnak. Az egyetemi tanárok esetében a legalacsonyabb fizetés 2991 lej lesz, egy dékán legtöbb 7662, egy rektor pedig 8819 lejt kaphat. Függetlenként indult, de egy politikai alakulat nevében írt alá hivatalos dokumentumokat, feljelentette Dorin Flórián polgármestert a Maros megyei ALDE, az újraválasztott városvezető mandátuma foroghat kockán. Dorin Flóri április 22-én jelentette be, hogy függetlenként méretkezik meg a helyhatósági választásokon. Április 28-án azonban a PNL egy hivatalos dokumentumot nyújtott be a megyei választási irodához, amelyet Dorin Flóriá írt alá. A baki hamar szemet szúrt. Dorin Flóriá függetlenként indult a választásokon, de ennek ellenére a Nemzeti Liberális Párt egy a megyei választási irodához benyújtott dokumentumát aláírta a PNL társelnöki tisztségéből. Emiatt feljelentést tettünk a megyei és a központi választási irodánál is. A megyei választási iroda mai gyűlése a vártnál is jobban elhúzódott, terítékre került a feljelentés, amelynek kapcsán döntést is hoztak. A mai gyűlésen megállapítottuk, hogy nem tartozik a hatáskörünkbe megállapítani, hogy Dorin Flóriá összeférhetetlen vagy sem. A feljelentést továbbítottuk az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség felé, amely az egyedüli intézmény, amely döntést tud hozni összeférhetetlenségi ügyekben. Amennyiben az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapít meg Dorin Flóriá esetében, a városvezető 3 évig nem tölthet be köztisztviselői tisztséget. A hétvégi önkormányzati választásokon a kolozsvári helyi tanácsban sikerült 4-ről 5-re, a Kolozs megyei tanácsban pedig 5-ről 7-re emelni az RMDSZ-es képviselők számát. A megyében összesen 8 polgármester és 135 helyi tanácsos fog tevékenykedni a szövetség színeiben. Erős, de nem megkerülhetetlen képviseletet szerzett az RMDSZ Kolozsváron, hangzott el a szövetség helyi és megyei szervezetének közös sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ mind a kolozsvári, mind pedig a megyei önkormányzatban növelte a tanácsosai számát, annak ellenére, hogy abszolút számokban kevesebb szavazatot kapott, mint 2012-ben. Ha a román szavazók a 2012-es részvételi arányban, vagy azt akár felülmozgósulva jelentek volna meg, vagy jelennének meg egy soron következő választáson, akkor ebben a pillanatban nemhogy 5, de lehet, hogy 4 városi tanácsosunk sem lenne.
A 27 tagú helyi tanácsban a Pinélia legerősebb alakulat 17 képviselővel. Az RMDS-nek 203 szavazata hiányzott ahhoz, hogy a 6. mandátumát is megszerezze. Letettünk egy olvas, mert nagyon sok érvénytelen szavazat volt, ami RMDS-re leadott és érvénytelennek nyilvánított szavazat. A Kolozs megyei tanácsban az RMDS a mérleg nyelve lehet. A 7 mandátummal most kulcspozíciónk van a megyei tanácsban. Ez azért is fontos, mert egyik román politikai alakulat, a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt se szerzett egyszerű többséget a tanácsban. Tehát nem tudják megkerülni se az RMDS-t, és ezzel együtt a magyar közösséget a megyei tanácsban, bármilyen döntésről van szó. Az RMDS-nek Vákár István személyében alelnöke van Kolozs megye tanácsában. A szövetség helyi vezetői bíznak abban, hogy a most alakuló testületben is megszerzi az alelnöki tisztséget. Az RMDS több megyében is koalíciós egyességeket köthet. Ezekről a lehetőségekről Kelemen Hunor szövetségi elnök ma Bukarestben tárgyalt a román pártok vezetőivel, a döntéseket pedig szombaton fogja meghozni a szövetségi állandó tanács. Tisztességes kampány áll a hátuk mögött, összességében elégedettek, ám veszteség, hogy Baróton és Sepsiszentgyörgyön nem sikerült bejutni a helyi tanácsba, értékelte Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke a háromszéki választási eredményeket. Kovászna megyében a Magyar Polgári Párt 3 településen nyert polgármesteri tisztséget, 12 településen bejutottak a helyi tanácsba, és 2 mandátumot szereztek a megyei önkormányzatban. Értékelő sajtótájékoztatójukon kihangsúlyozták, tisztességes kampányt folytattak szerény anyagi keretek között. 24 tanácsosunk van a megyében, és még hozzá kell adni azt a 9 tanácsost, aki Magyar Polgári Párt tag, ők ugyan RMDS listán jutottak be, és van 3 polgármesterünk Gellencén, Málnáson és Zabolán. Vargyas esetében el lehet mondani azt, hogy ott egy független polgármestert támogattunk, aki megnyerte a választásokat. Kulcsár Terza József szerint a 4 éve tartó folytonos civakodás az Erdélyi Magyar Néppárttal azt eredményezte, hogy a Magyar Polgári Párt nem érte el Sepsiszentgyörgyön és Baróton az 5%-ot, így nem lesz jelen az önkormányzatban. Mint mondta, az MPP-s megyei tanácsosok feladata lesz, hogy a 2 város polgármesterével tartsák a kapcsolatot és megpróbálják projektjeiket sikerre vinni. Már is módosítják a dohányzásról szóló törvényt. A választások utáni első munkanapjukon a szenátorok meg is szavazták a jogszabály enyhítését. Ez szerint a teljesen elválasztott, elszigetelt és megfelelően kijelzett zárt helyiségekben is megengedett lenne a dohányzás. Emellett a börtönökben és a pszichiátriákon is engedélyeznék a cigarettázást az erre a célra berendezett helyiségekben. A szigorú dohányzástörvény életbe lépése óta 1000-nél is több bírságot róttak ki, a büntetések összértéke több 100 000 lej. Ahhoz, hogy a mostani módosítások életbe lépjenek, még a képviselőházban is szavazni kell róluk. Csak sürgős, életveszélyes esetekben műtenek a Maros megyei sürgősségi kórházban. Az egészségügyi intézménynek ugyanis nincs elegendő izomlazítója, ami a sebészeti beavatkozásoknál nélkülözhetetlen. Ha nem sürgős, halasztják a műtéteket a Maros megyei sürgősségi kórházban. Az intézkedés 2 lépett érvénybe. Ennek oka, hogy hiányzik az a gyógyszer, amelyet az altatáskor használnak az izmok ellazítására. A keretszerződésben első helyen szereplő forgalmazó cég ugyanis február 17-én már jelezte, hogy nincs engedélye forgalmazni az izomlazítót. A második helyen szereplő cég pedig a romániai piacra csak leghamarabb június 2. felében viheti a gyógyszert. A készletek annyira megcsapantak, hogy a kórház vezetősége a Nagybányai és a Krajovai kórháztól kért segítséget. Jelenleg a gyógyszerkészletünkben egyáltalán nincs izomlazító, csak annyi van, amennyit Nagybányáról kaptunk. Az altató és intenzív terápiás osztályon, valamint a sürgősségi eseteket fogadó osztályon azonban van elegendő izomlazítónk. A többi osztályon viszont szürreálisnak mondható a helyzet, a sebészeti osztályok szakorvosi bizottsága dönti el kizárólag sürgősségi alapon, hogy kikerülhet műtétre. A kórház menedzsere abban bízik, hogy az egészségügyi minisztérium szakembereivel folytatott tárgyalások után csütörtökön kap egy nagyobb adag izomlazítót. A sürgősségi kórház, a második adagot június végére várják. Utcára vonultak ma a rendőrök Bukarestben, hogy az őket ért igazságtalanságok ellen tiltakozzanak. A rendfenntartók azt szeretnék, ha igazságosan osztanák el a béreket. A rendőrök dolgoznak, a rendőrkapitány doktorok terpeszkednek. Ilyen feliratokkal tüntettek a rendőrök Bukarestben, megelégelve az őket ért méltánytalanságukat.
Többek között a 2009-es fizetéscsökkentést követő teljesítmény alapú bérezés bevezetése ellen tiltakoznak, mely szerintük egyenlőtlenségeket eredményezett a fizetések között. A kormány azt ígérte, kijavítják a hibát, de a költségvetés korlátai miatt ezt csak két részben tehetik meg, így egyesek csak jövőre számíthatnak plusz pénzekre. A kormány azt az ígéretet tette, hogy orvosolnak bizonyos méltánytalanságokat, amelyek a rendvédelmi rendszert érintették. Ezek a teljesítmény alapú bérezésre, a felsőfokú tanulmányokra adott pótlékra, a hűségpótlékra és a doktori pótlékra vonatkoznak. Bizonyos emberek megkapták ezeket a pótlékokat, amikor a törvényt módosították, mások viszont nem. Annak ellenére, hogy megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek és ugyanolyan körülmények között dolgoznak. A rendőrök továbbá azt is nehezményezik, hogy ezután szóbeli vizsga alapján lehet majd előrelépni a ranglétrán és vezető pozíciókat betölteni, ami szerintük nagyon sok szubjektív választásnak és igazságtalanságnak ad helyet. Érettségi és színész találkozó. Nézzük a híradó további témáit. Közeleg az érettségi, a képességfelmérő próbákkal kezdenek, nem lehet új tételt húzni. Színész tanoncok találkozója. Kárpát-medencei magyar színész hallgatók találkoztak Marosvásárhelyen. Hétfőn veszi kezdetét a végzős diákok megmérettetése, az érettségi. A vizsga a szóbeli próbákkal kezdődik, amelynek idéntől változtak a szabályai. Előző években pontlevonás fejében új tételt is kérhettek a diákok a szóbeli vizsgán. Ez idéntől megváltozik, mostantól csak az elsőként kihúzott tételekből felelhetnek. Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes szerint a módosítás nem fog fennakadásokat okozni, hiszen a szóbeli nem tudást, hanem képességeket mér fel, és az erre kapott minősítés nem számít be a végső jegybe. Az utóbbi években nem kapnak jegyet a diákok, minősítést, és hogyha megjelennek, én úgy gondolom, hogy 4 év után akkor már képesek egy bármilyen minősítést kapni, és akkor így már joguk van tovább folytatni az érettségi vizsgát. A szóbeli vizsgák június 13-án kezdődnek, és július 1-ig tartanak. Az írásbelik július 4-e és 8-a között zajlanak majd. Az eredmények kihirdetésére július 12-én kerül sor. Azok a diákok, akik a tanév végén megbuktak, augusztus 2-a és 3-a között pótvizsgázhatnak az iskoláiknál. Ezt követően feliratkozhatnak a pótérettségire. Kovászna megyében összesítették a május végi és a június elejé esőzések következtében keletkezett árvízkárokat. Több száz hektár mezőgazdasági területet és legelőt öntött el a víz, de egy kisebb hidat is elsodort. Az Olt és a Fekete ügy végül nem okozott gondot, ellenben kiöntöttek a helyi patakok, miután óriási vízmennyiséggel járó felhőszakadások voltak május végén és június elején. A legérintettebb települések között van Bardóc, Bereck, Osdola és Nagybacon, de Kézdivásárhelyen is jegyeztek károkat. Ugyanakkor az árvíz 2 kilométer megyei utat tett tönkre, 3 településen megrongálta a községi utat, és elmosott egy hidat is Osdola és Kézdi-Martonos között. A legszebb konyhakertet keresi a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete. A program célja, hogy minél többeket ösztönözzön zöldség, gyümölcs vagy fűszernövény termesztésre, akár a tömbház erkéjén. Ha nem is kell csinálják semmit, akkor csak feljövök és megnézem, hogy minden rendben van, hogy mennyit nőttek az éjszaka. Példástrendben sorakoznak a zöldségek Barabási Emma kertjében. Szenvedélyesen és szeretettel gondozza a növényeket, de az is nagyon fontos számára, hogy vegyszermentesen, műtrágya nélkül művelje a kertet. Megnyugtat azt, hogy látom nap mint nap fejlődni a növényeket, a palántától elkezdve, tulajdonképpen a magtól elkezdve, hogy hogyan fejlődik, hogy mi lesz belőle, és másodszorban azért, hogy egészségesebb dolgokat együnk, mert én úgy gondolom, hogy amivel én foglalkozom, azt biztosra tudom, hogy mi van benne. Eddig az időjárás is kedvezett, minden szépen fejlődik a mezőpaniti kertben. A gazdasszony is érdeklődik a Gazda Egyesület pályázata iránt, amelyen több kategóriában várják a jelentkezőket. A lényeg, hogy konyhakerti zöldségeket vagy gyümölcsöket műveljenek,
Több kategória is van, tehát van a terasz, vannak a zárt kertek, ez lehet külön gyümölcsös, vagy zöldséges, vagy akár vegyes, és várjuk a különböző közösségeket is, ezek óvodák, iskolák, bármilyen egyesület, aki úgy érzi, hogy megmutatná a világnak, hogy ők mivel dolgoznak. A külcsény mellett a belbecs is fontos, azaz a gyümölcsök, zöldségek minőségére szintén hangsúlyt fektetnek majd a bírák. Emellett előnynek számítanak a kreatív ötletek, a vegyszermentes gazdálkodás, és az is, ha a kertet több generáció műveli együtt. Jelentkezni a Maros megyei Gazda Egyesület székhelyén lehet. Kárpát-medencei Magyar Színi Egyetemek találkozója zajlik a héten a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A házigazdák mellett budapesti, újvidéki és kolozsvári színészhallgatók ismerkednek egymás munkamódszerével. Vegyes csoportokban más egyetemek tanárainak irányításával dolgoznak a színész hallgatók a Magyar Színházi Diák Találkozón. A rendezvény ötlete egy magyarországi Marosvásárhelyen tanuló hallgató fejéből pattant ki. Egy hiányérzet támad fel bennem, hogy nem ismerem se az újvidékieket, se a pestiekkel nem találkozom, se a kaposváriakkal, se a kolozsváriakkal. És nem tudunk egymásról semmit. És közben hallottam, hogy más szakmákban különböző konferenciákat, találkozókat tartanak, ott is a fiatalok összejönnek. Ez a hiány hívta életre a találkozót, amelyen a Magyar Színi Egyetemek diákjai megismerkedhetnek egymással. A cél a különböző pedagógiai módszerek elsajátítása, szakmai eszmecsere és természetesen a kapcsolatépítés, amely a jövőben is hasznos lesz, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján. Amikor aztán kilépnek az életbe, és ott kezdenek el alkotni, akkor ismerik már egymást. Tehát egy ilyen összefüggő generációként ismerik már azokat az embereket, akikkel együtt lehet és együtt jó dolgozni. A tanárok azt mondják, számukra is jó lehetőség a találkozó a felfrissülésre. Az ilyen alkalmak mindig kiélezik az érzékeinket, ugyanis észnél kell lenni, nem a megszokott dolgokkal manipulálok, mert nem is manipulálhatok, mert figyelve vagyok, sokkal jobban figyelve vagyok, mint amikor a saját diákjaimhoz jövök be egy órára. Az egyhetes nemzetközi műhely munka eredményét, azaz a kis előadásokat június 12-én lehet megtekinteni a Stúdió Színházban. A 13. alkalommal megszervezett Galaktória Fesztiválon a Kolozsvári Színház és Televíziókar végzős diákjai mutatkoznak be a szakma és a nagy közönség előtt az egyetemi évek alatt játszott előadásokkal. A fesztivál Bács Miklós színművész egyetemi tanár kezdeményezésére jött létre. Az Uborka című előadást játszotta tegnap este Szilágyi Palkó Csaba végzős osztálya. A család otthon és életmód szakértő bevonásával próbálja megoldani a hétköznapi problémákat. Az improvizációból létrejött darab a hallgatók és a közönség nagy kedvence. Te ennél sokkal több vagy! Te a férjem vagy, Pityu! Az én szereplőm az apa figurája, talán ő az egyik legreálisabb ebben az egész darabban, bár ő sem az teljesen, de hogy számomra nagyon nehéz volt, mert én személyileg nem ilyen vagyok, de hogy ez volt a kihívás, hogy egy ilyen nagyon letört, egy nagyon depressziós, mindig próbálkozó figurát megjelenítsek, aki a végén aztán tönkre megy. A fesztiválon erdélyi és magyarországi színházigazgatók, művészeti vezetők meghívottak is ülnek a közönség sorai között. A Galaktória bemutatkozási lehetőség a végzősök számára. Ez tulajdonképpen arra hivatott, annak idején azért indult, hogy a végzős színész hallgatók, rendező hallgatók bemutathassák a legfontosabbnak ítélt előadásaikat. Egyfajta seregszemle, egyfajta showcase, amiben megnyilvánulhatnak a szakma is a nagy közönség előtt. A mini évad június 14-éig tart. Ma este egy mozgásszínházi előadásban lehet látni a teljes magyar végzős osztályt, csütörtökön pedig az Egy távoli emlék töredékei című darabban lehet megnézni néhány hallgatót. Trendafil Norbert váltóban is versenyezhet az olimpián. Sporttal folytatjuk a híradót. A hétvégén Lengyelországban a Málopolska körversenyen vesz részt a Tusnád Cycling Team. Románia egyetlen kontinentális kerékpárcsapata az elmúlt években is képviseltette magát a nagymúltú viadalon, amely idén az 54. kiírásához érkezett.
A csapat a Novák Károly Eduard, Krista Daniel, Sebestyén Szabolcs, Dima Emil, André Barbu, valamint az újonnan igazolt argentin Ramos Ruben felállásban vág neki a versenynek. A viadal csütörtökön Krakóban egy kritérium versennyel kezdődik. A prológ során a város központjában kialakított 800 méteres pályán 25 kört tesztek meg a kerékpárosok. Pénteken egy 140 kilométeres szakasz, szombaton 151 kilométer, vasárnap pedig 146 kilométer vár a kerékpárosokra. Csütörtökön rajtól a 17. alkalommal megszervezett Delta Rally. A Túlcsán és környékén zajló autóversenyre 43 csapat nevezett be. A megmérettetés az európai rally sorozat része. Kijutott a riói olimpiára a 4x100 méteres romániai gyorsváltó. A Nemzetközi Úszószövetség által közzétett lista szerint 16 ország váltója szerzett kvótát, köztük a magyarok és a románok is. A londoni úszó Európa bajnokságon elért időnek köszönhetően kivívta az olimpiai részvételt a romániai gyorsváltó. A Rádu Máriusz, Robert Glinc, Daniel Makovej és a marosvásárhelyi Trandafir Norbert alkotta négyes, hatalmas bravúrt hajtott végre, és hosszú évek után először lesz romániai férfi váltó az olimpián. Mikor van egy közösség, hogy valamiért úszunk, tehát például négyen úsztunk a váltóban, mindenki jobban úszott, mint az egyéni számba. Nem lehet megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen valahol, ahol többen vannak, ott több az energia, több az akarás, több valamiért jobban megy. Trandafir Norbert, Rádu Máriusz és Robert Glinc egyéniben is teljesítette az olimpiai A-szintet, így ők az egyéni versenyben is rajthoz állnak. A marosvásárhelyi Trandafir Norbert harmadik olimpiájára készül. Erről bővebben a csütörtök esti Trendelő című műsorunkban beszél. Ez volt a híradó, mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit, viszontlátásra!